Váltsunk, és ledítsünk más irányba a társadalmi sajkáját. Nem. Kérlek szépen, Csicsolinával kerültél kapcsolatba, hogyan keveredtél, sőt, hát az ágyába landoltál egész egyszerűen. Tell me. Nem tudom, te mit gondolsz a Csicsolináról, mert én imádom. Szóval én azt gondolom, hogy a téli szalámi... Hát azért nem csak úgy lenyomatában különbözik Einsteintől, tehát... De mondjuk, jó, ne. Ha komolyan kérdezed, akkor én nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy két kegyetlen műfaj van, a pornó és a humor. Ott nem lehet csalni, tehát kancsukával embereket nem lehet verni, hogy nevessenek, és nem lehet embereket rákényszeríteni, hogy a nadrágba a hangyáknak ez a kellemes bizsergése ugye beinduljon. Tehát ez igenis egy nagy műfaj, de szád, és egyáltalán az ember nagy kultúrája. Tehát én ugye a 80-as évek közepén kaptam egy kis portfóliót, ugye, amikor ő fehér cérna kesztyűvel a 9 incses fekete bordást így megemelte, azt mondtam, hogy ez elég autentikusan történt, in virtus kosoru. Tehát én tulajdonképpen az ő művészetéről igen jó véleménnyel vagyok. Alulról megvilágított üvegváza, ami tulajdonképpen szintén egy ilyen furcsa szerszám, az nem volt. De hogy, hát most inkább téged hallanák, tekintettel arra, hogy te vagy a vendég. Jól lehet, ez az esés. Szóval Csicsolinát én... Századik alkalommal csak itt, csak most, csak önöknek. És ami mögötte van, Tilla.